Az év folyamán 4950 ezer négyzetméternyi épített terület égett le, több mint 1000 négyzetméterrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A lakástüzekben 6 ember vesztette életét, egy emberrel több, mint 2022-ben. A kigyulladt lakóházban 23 ember sérült meg, egyel kevesebb, mint egy évvel korábban, többségük a belélegzett füst miatt. A lakástüzek eloltásához 556 tűzoltóautót riasztottak. A leghosszabb beavatkozás közel 6 órán át tartott, szeptember 17-én egy 160 négyzetméteres családi ház 4 helysége égett Tiszakürtön, ennek következtében a födém valamennyi helységben beizzott. A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 23 lakástűz után indult tűzvizsgálat. A leggyakrabban nyílt láng, elektromos probléma és a fűtési rendszer hibája vezetett tűzhöz. 22 lakóház tüzénél merült fel a szándékos gyújtogatás gyanúja. A legtöbbször a konyhában 37-szer, a hálóban 36-szor, illetve a kéményben 25-ször csaptak fel a lángok. A 288 tűzzel érintett ingatlan közül egyikben sem volt füstérzékelő. Ahol van ilyen készülék, ott nem történik tragédia, nem sérül meg senki, hiszen a füstérzékelő már a tűz kezdeti fázisában jelez. A nagyobb tüzek megelőzésének a legjobb módja, ha otthonra füstérzékelőt vásárolunk, amely a tűz keletkezésekor jelez, amikor még van idő cselekedni. 2023-ban 30-szor riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt, héttel kevesebbszer, mint 2022-ben. 7 ember szenvedett valamilyen mértékű szénmonoxid mérgezést, ugyanannyian, mint egy éve. Az év során senki nem vesztette életét a mérgező gáz miatt, egyel kevesebben, mint a megelőző évben. Akkor keletkezik szénmonoxid, ha zárt térben nyílt láng ég, és nem megfelelő a levegő utánpótlás. Bármilyen nyílt láng forrása lehet a mérgező gáznak, függetlenül attól, hogy fűtenek, főznek, vagy vizet melegítenek vele. Decemberben több olyan eset is történt, ahol gáztűzhely miatt keletkezett szénmonoxid. A kémény szabálytalan műszaki kialakítása vagy elhanyagolt állapota is hozzájárulhat ahhoz, hogy szénmonoxid keletkezzen. A tragédiák elkerülése érdekében gondoskodni kell az állandó és automatikus szellőzésről, a kémény ellenőrzéséről, és érdemes egy szénmonoxid érzékelőt is beszerezni.